Szeretett testvéreim, olvasom a Római Levél 14. részének 13-tól a 23. versig terjedő szakaszát. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyát fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne romboldd az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amint testvéred megütközik. De azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Szeretett testvéreim, úgy látszik, hogy ott Rómában nagyon komoly kérdés volt ez az evés-ivás kérdése, hogy mikre nézve van tilalom, mikre nincs. Ott még nagyon az ószövetségi határokon jártak az emberek. Az ige arról beszél, ahogy a Timóteusi levélben is olvasjuk, meg itt is, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Ott a Timóteusi levélben az van, hogy az Istennek minden állatja jó, ha hálaadással élnek vele, tehát, hogy azok az étel törvények, amelyek az Ószövetség idején úgy meghatározták a közösségi életüket, azok Krisztusban nem olyan kötelező érvényűek. A rituális törvények meg a tehát áldozatok, meg az ételtörvények, azok mind abba a kategóriába tartoznak, hogy ha valaki tartani akarja, ám tegye, és nem baj, de aki meg szabadságot élvez abban, hogy nem ezek határozzák meg a hit gyakorlatát, az pedig éljen a szabadságával. Igen, ám csak amikor közösségbe éltek, ott a római gyülekezetben is, akkor voltak, akik megbotránkoztak azokon, akik abban a szabadságban éltek, hogy nem tartották ezeket a különösen a zsidó keresztjének szokásait. És hát Pál itt nagyon komolyan szól, és nagyon jól látjuk azt, hogy arra az emelkedettségre jut ő a gondolkodásában, hogy a szabadságunkkal élhetünk. Tehát nem kell nekünk azért, mert mások bizonyos ilyen dolgokban gátlásokkal élnek, nekünk is ételtilalmat, vagy egyebet, vagy ételital dolgában ezekkel pontosan úgy élnünk.
élhetünk szabadon, persze azzal a mértékletességgel, amivel Isten előtt járunk. Ugyanakkor azt is mondja, hogy ennél fontosabb a szabadságunk használatánál az, hogy ne botránkoztassuk meg azokat, akik a hitükben gátoltak ezekkel kapcsolatban. Hogy a szeretet sokkal magasabb szint, mint az, hogy én élem az életemet, és mit érdekel engem, hogy őt zavarja, nem zavarja, hát legyen már ő is szabad ezektől. És azt mondja, az Isten országa nem evésivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Erre még erre a versre kitérünk, mert az egyik legkedvesebb bibliai versem, ami ebben van nagyon nagy ajándék és üzenet, de hogy legyünk ebben úgy az Úr előtt, hogy azzal a tapintattal, hogy aki bizonyos dolgokban gátoltabb, mi nem bosszantjuk, hogy akkor az ő óra előtt tesszük azt, vagy úgy csinálunk, tapintattal, figyelemmel. Ugyanakkor ez nem kell, hogy bennünket az életvitelünkben, amiben szabadságot adott Krisztus. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Ez és a többi, meg nem adatom semminek az uralma alá, de nem kell nekem, és kell nekünk valahogy kényszeresen ebben egyet érteni, meg akkor úgy cselekedni, ahogy a másik, a maga korlátoltabb lelkiismeretével. És ezért nagyon jó, hogy azt mondja, hogy a szeretet, az fölülírja ezeket, és inkább lemondok olyan helyzetekben arról, hogy az én szabadságomról, csak ne botránkoztassam a másikat. És ezzel nekünk most nem annyira az evésivás kérdés van, hiszen most nem ezek a kérdések, de a hitünk gyakorlatában lehetnek dolgok, amik az egyiknek azért bizonyos szempontok úgy gátolják ezt a szabadságot, a másik talán túl van azon, vagy felszabadította őt Isten. Legyünk egymásra bármilyen kérdésben úgy tekintettel, hogy a döntő a felebaráti szeretet, és az, hogy ne gátoljam az én atyám fiát, ne húzzam vissza, hanem építsük egymást szeretetben.